a föltekint. Nem látod, mert áruhában jár, a buszon talán épp melletted áll. A maslakóktól úgy félek én, itt élnek köztünk a föltekint. Vannak szürkék, zöldek, kékek, de én mindent élek. A maslakóktól jaj, úgy félek én. Big Brotherben is láttam én, ott volt az E.T. egy furcsa lény. Humanoid csak is épufó, ellették a földet az ufók. A Man in Blacknek majd szólok én, itt él a földön sok furcsa lény. Vannak jodák, E.T.-k, majkák és még sok más fajták. Et fili et spiritus fent lestecos lager listares bistos. Csak egy dal az enyém, első ma nótám, amit mástól loptam én, ragyogó platinák és gyémánt lemezek, Grammy-díjak, vacsorák, a szám. Szerintem a férjét, mert ő nem
drága kölye. Ugye, és van egy pár férje, nem is tudom, hogyan sírja ennyire mélyre. Aztán, ha nem megy a sarki borba, vigye a lóvérbe zsebében a korba. De nem sikerül a kezével bánnia, rátör idénként a kleptománia. Nem túl szemérves, a szírus a kényes, a hasába krémes, az erkölcse réves. Száját átva akárki látja, és annyira mohó, hogy belefér a hobó. Amúgy a vékony, ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne, körülbelül ennyi lehet az emese, esemese. Úgy hívik a férjét, mert nem. Mert engem az Eminem. Emin nem vitt kezet soha, csak úgy vedett. Nem is volt gonosz mostoha, csak egy kicsit mosoha. Szült vagy kilenc gyereket, adod nekik neveket. Hogy itt Miki gitárral, gyere be, már-már-már! Szép-szép! Mi vagyunk a huligánok, lágyék tájékunkon lányok várnak ránk. Nem lehet baj, ha első lesz a dal. Első lesz a dal. Nem lehet baj, 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 győzzön ez a dal. Sokan jöttünk, nem kevesen, nem voltunk még soha gyesen, nem, nem, nem. Szép-szép! Ebben is az elsők vagyunk, ma itt mindenkit lehagyunk, le-le-le. Szép-szép! Nem lehet baj, ha első lesz a dal. Első lesz a dal. Nem lehet baj, 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 győzzön ez a dal. Wapsula, wapsula. Elődöntő kivégezve így swingel, négy elmegy gyenge, swing, swing, swing. Swing, swing. Fontos nekünk ez a döntő, a zsűriben miért nincs öt nő, mondd meg miért. Swing, swing. Nem lehet baj, ha első lesz a dal. Első lesz a dal. Nem lehet baj, baj, baj. Ez a dal. Mindenkinek köszi mindent, búcsúzik a Halli Big Band, bye, bye, bye. Szép, szép. Most kéne jól befejezni, de nem tudjuk, tehát ennyi, nyi, nyi, nyi. Szép, szép. Nem lehet baj, ha első lesz a dal. Első lesz a dal. Nem lehet baj, 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 győzön ez a dal. That's right. Humble bibbly zibbly bibbly humble bibbly zibbly boom. Halljunk szót! Nagy Dalidó lesz itt máma, én mondom. Hát ez szuper buli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom, az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire a nap fel kell, Lagzi lesz és punktum a jány el kell. Jó lesz a szamár és hogyha nincsen ló, a dégédi mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha de kombiné, kombiné, ha több kész kombiné, ha még az éjjel felhajtom majd én. Ha daj a híd alatt, a Margit híd alatt, adott hagytod a kombinétodat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Hát bizony a tablettás portod.
nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szám már is, hogyha nincsen ló, ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szám már is, hogyha nincsen ló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, szép délután, estét, mit kéne ilyenkor mondanom, nem tudom. Sziasztok, srácok! Itt van velünk Lili, Umaru-chan, Bea, Katisa, Yoshi, Skyler, Patrícia, Mirtil, Monguftanagyi, Vivi, lehet, hogy van, akit kétszer mondok, tudjátok, megesik, hogy a csiga elesik, bár nincs is lába. Ős Monguftági, Riding Friends, Jana is itt volt, köszönöm neki még egyszer a fárasztó viccet, mert ugye a plafonon van a pók, és köszönöm szépen az 1000 forintos donétet. Van kedvetek támogatni, nyugodtan. Na, Csonka Zsuzsannát is üdvözöljük, aztán Boróka Horányit is, még délután van, legyen délután. Na, már is kapcsolom a játékot. Ugye kell a kijelző felvétel, aztán toljuk neki. Nyugodtan jelölje Yoshi, majd meglátom, hogy még vissza tudlak-e igazolni, de úgyis néha próbálom majd frissíteni. Jana, hála az égnek, jobban van, mint eddig. Pont azért esik el a csiga. Jaj, Mirtil, ez nagyon fájt, örülök, hogy jobban vagy közben. Jaj, nagyon várom a következő bannert, ott fogunk nagyon sokat viselgetni. Most csak egy kicsit fogunk, de nem a fő helyen, hanem ahol a kék van, a kék csillagos cucc. Azzal kezdjük.
aztán megcsináljuk az eventet, mert hogy annak nem sokára vége a két eventes cuccot, megint keresgetni fogjuk a zöld bigyókat, meg a ládákat, illetve bosszozunk, ez várható mára, ez van betervezve, aztán meglátjuk, hogy haladunk. Ugye játszottam minden nap a napi küldiket, meg ilyeneket. Úgyhogy, akkor először is egyből nézzük meg, milyen szerencsével fogunk viselni. Kicsit laggol, ehhez nem vagyok hozzászokva. Mi? Mi ez a lag, gyerekek? Oké. Méghozzá ebből fogunk viselni. Szia, Mester Csenge! Na nézzük, mivel nyitunk. Na, az tök jó, Bea. Na, egy így. Jó rég használtunk ilyen kis kék cuccokat. Megismételtük, még egy így. Harmadik is így lesz, mert akkor így. Hoppá! Hoppáré! Ez valami más. Kicking? Vagy hogy kell ezt mondani? Kicking? Én huta volt akarom, meg kickinget. Tessék, Vivi! Odaadom! Szia, szia, kora! Tessék, adom! Adom, azt se tudom, hogy mit tud. Catching. Catching, amikor jön a donét, ezt fogom mondani én is. Ez még nekem meg se volt. Hát rohadt cuki. Kürching, úgyis jó. Köszi. Hát akkor ez egy szerencsés nyitás. 1, 2, 3, 5 csillagos karakter, most nézem. Addig. Hát nézzük a maradék 5-öt is. Hutaót várom 60 nyitásra, remélem megkapjuk. Hát megkapod, hát remélem. Szurkolok majd neked is, Patrícia. Egy kard. Elektrokari, azt gondoltam a designból. Egy könyv. Hoppáré! Hát szia, szajú! Kettő kari, nagyon jó. Ha valaki összefoglalja korának a lényegét a játékról, azt megköszönöm, mert nagyon nehéz kifejteni. Hát ez a része csak szerencsejátékszerű. Úgyhogy hazajött Sayu is, szerintem ő még nem volt. Mind a két karakter új szerintem. Ő is kell. Na, Vivi, az én akuntomon kéne lenned, látod? Egy kard. És Uccsó. Egy könyv. Nagyon jó. Gondolkoztam, hogy a poén kedvéért ide benyomok egyet, de nem akarom elcseszni a stratégiánkat. Mert igazából maximum Kokominak örülnék még egyszer, a többinek nem, úgyhogy nem nyomogatunk. Most ez bőven jó volt. Ajjaj, még viccnek se, nem törünk, de értettem a viccet. Na, gyertek hozzám, három ember jöhet. Ezt megcsináltam live-on kívül, büszkék lehettek rám. Egyedül megcsináltam, egyedül. Meg is van az első három. Lesz majd csapatcsere, amikor megyünk bosszozni. Hova lett a event? Előbb még ott van a event. Tehát ott tartottam, hogy meg fogjuk azt a keresős dolgot is csinálni. Ezt. De előtte akkor végigmegyünk ott, ne, Istenem, ez az irányítás. Végigmegyünk a bosszokon, méghozzá itt fogunk, ez kész. Ezt is megcsináltam, itt köszönöm a segítséget. Szia, édeskert, mi újság? És innen fogjuk kezdeni, gyertek ide. Go to challenge, már megijedt a jeges területen, na ne csesszetek már. Be kell menni a jeges területhez, vagy ez honnan érdemes, innen, srácok? Na majd nyissátok ki ti is a karaktert, hogy hazajön. Innen érdemes menni, vagy kintről? Ezt megvárom, mielőtt tovább megyünk. Valaki már jön? Pepe. Valaki a háttérben olyan, mintha nyögdösne. De hogy ezt így közben kezdjük már el. Tehát, hogy srácok kintről, akkor menjünk bentről, de akkor gyertek gyorsan. Nehogy szarrá fagyjak. Addig is, aki már jól érzi magát, csapja meg a like gombot. Köszönöm szépen. Na, itt fogunk kezdeni. Akkor remélem ez nem a jeges területen lesz végig, mert az fájdalmas lesz.
Zsilu és Umaru már itt is vannak. Hát induljunk el arra, amerre van ez a cucc. Van gulyás levesed? Ne fogadj rá. Várjál, behozom magamnak a szinyánt. Ezt az egyet nem szeretem, hogy ilyenkor alapból ezt a karit teszi be. Így. Majd ezzel én tüzeskedek, jó? Igen, nagyon rossz helyen lesz ez. Hát szomorú is vagyok miatta. Nem baj, végig megyünk gyorsan vele. Uh-huh. Ez így duplán érdekes lesz. Milyen napotok volt, közben írjátok meg, hogy telt a mai nap. Meséljetek, amíg mi itt majd harcolgatunk, aztán majd később beleolvasok. Ki mi jót csinált, ma mi volt a napotok legjobb része. Aha, tényleg itt kell. Jó, az mondjuk még pont kiesik, hogy ott nem a havas részen harcolunk. Ha jól látom. Legalább. Oké, és ha van Instagramod, Yoshi, akkor írjál rám, hogy mi a neved itt, és majd visszaigazollak valamikor, vagy még majd megnézem. Még lehet, hogy a mai izé előtt. Chili paprika. Mai bosszozás előtt visszaigazollak. Szia, Nati! És neked milyen napod volt, mi újság van? Oly, de szép. Oh-oh, jött a nagy boss. Sziasztok, fiúk, lányok. Hoppá. Hát alapból van egy sztoria, de mi most nem a story móddal játszunk éppen. Mármint, hogy ugye van az is, de most mi eventezünk. Figyelj, nézd meg az első pár live-ot, nézd vissza kora, fönt vannak, és akkor meg fogod érteni a játékot, meg a lényegét, higgy nekem. Higgy nekem! Várjatok, szedem a cuccmókot. Aha. És akkor innen megyünk tovább. Arra megyünk fel. Fel-fel vitézek! Annak annyira nem örülök, hogy konkrétan tényleg a jégbe megyünk. Jég veled! Júj! Majdnem alámentem. Alulról érintem a karikát. Hova megyünk? Csókolom. Ja, oda? Aha. Ó, hát itt végig jegezünk, az kemény lesz. Uhú. És nincsen semmi tüzes, de van. Ez visszatölti a testhőmérsékletünket, hogy nehogy szarrá fagyjunk itt a hidegbe. Amúgy is lassan közeleg a tél, tudjátok. Mármint, hogy tényleg közeleg. Mert már mindjárt ott vagyunk, hogy tél lesz. Durva belegondolni, mi? Ez az nagy tüzet ide középre. Igen, telón is lehet vele játszani, de azt nem tudom, hogy hogy kapcsolod össze, hogy telefonon és ugyanazzal az a felhasználóval legyél meg gépen is. Aki játszik egyaránt telefonon és számítógépen is, az léci majd írja már be a chatbe, hogy kell-e valami külön összekapcsolás, vagy alapjáraton összekapcsolódna. Új, de nem szeretem ezeket a virágokat, olyan nehéz megölni. Mármint, hogy... akkor ott az útcsó. Ha vége ennek a sornak, vissza fogok mindent olvasni, nyugi. Csak ez egy ilyen sor küldi az eventbe. Ezt
el sem bírom ott találni. Megvan. Beszorítottuk a sarokba. Teljesen jó volt. Várjál, melegedjünk gyorsan vissza. Mehetünk tovább. Fú, de utálom, hogy kijön onnan. Aha. De én azt mondom, hogy PC-n jobb, mint telefonon, bárkinek hogy. Szia Dorka, milyen napod volt, hogy vagy, mesélj. Ott egy zöld genyó, nem mondjátok, hogy a zöld genyók is a jégbe lesznek, mert itt fogok agykukit kapni, srácok. Tehát szia Edina. Bár akkor viszont egyúttal egy csomó ládát találunk, mert a jeges területen alig játszottam valaha. De ezzel, hogy itt láttam egy zöld genyát a levegőbe, sejtem, hogy a jég területen leszünk. Nem véletlen volt ott az az egy darab, gondolom én. Nagyon jó. Láda meg olyan zöld cucc is ott lesz. Fergeteges, imádom, hogy az eventet, a szülinapi eventbe sikerült a legrosszabb területet betenni zárásnak. Mondjuk hát inkább a végén legyen, mint az elején. Akkor a kedvem is elvette volna a játéktól. Nem tudom, ti hogy voltatok vele. Majd ha végigmentünk a harza, vagy aki éppen nem játszik, az írja le, hogy mit reagált, hogy ezen a részen van. Hoppáré. Haló. Én egyébként nagyon jól vagyok, ugye ma itthon voltam Janával. Lekopogom, hogy én még nem kaptam el, nem vagyok beteg. Aztán ő is sokkal jobban van, mint két nappal ezelőtt volt. Akkor tényleg nagyon-nagyon fájó szívvel hagytam itthon, hogy el kellett menni munkába, de azért már jól látni, hogy sokkal jobban van ahhoz képest. Még minimálisan ugye a torka nincsen teljesen jó, meg ilyenek, de... De az már szinte gyerekjáték ahhoz képest, amennyire szarú volt szegényként. Hogy elfutott innen? És még csak jönnek, és csak jönnek az ellenfelek. Na már csak ez hiányzott ide, ez az elektronos bicikli. Hát mi is, Vivi, gondoltad, hogy örülünk, hogy jobban van szerencsére. Közben folgázva ki is maxolta a Battle Pass-t, úgyhogy tök ügyes volt. A következő szezonban lesz leghamarabb Fall Guys Live, addig nem. De ami késik, nem múlik. Egyáltalán nem vagy jól, Hanna, vagy Nikol, akkor jobbulást. Ugyanazt tudom mondani, hogy aki beteg, annak jobbulást kívánunk. És szia egyébként. Ujjaj, lassan majd melegedni kell. Igen, vagy 5 szintet lépett. Teleportáljál már el a holtesteddel együtt. Aha. Mindjárt jövök melegedni, csak ezt összeszedem. Úgy, hagyd menjen le. Aztán megyünk is tovább ott. Akkor ma ilyen havas hátteret kellett volna indexképnek tenni, ha tudtam volna, hogy havas részre jövünk. Azt mondom, nem dob fel addig, de így igen. Szia Kazuha, mi újság, hogy vagy, milyen napod volt, te megcsináltad már ezt az event részt? Hoppá! Menj a mindig a fénybe néz. Ez a hely, ahol nem jártál, mert lusta vagy bejönni oda, ahol mindig meghalsz, ha nem vagy tűz közelbe. Ez Ákos így írta ezt a dalt, én biztos vagyok benne. Bár itt vannak ilyen izék, ami végül is melegít. Oda is befűtünk, hallod. Készülünk nagyon a térre. Közben van egy Genshin csoportunk, aki még nem tagja és aktívan játszik a játékkal, azt nyugodtan írjon beáiknak, és majd ők beveszik.
ott is tudtok segítséget kérni, meg segítetek egymásnak. Többek közt, nem utolsó sorban, nem csak live-ba játszatok meg ilyenek. Tök jó kezdeményezés. Mindjárt megvan ez a nagy darab állat! Hú, hát ez kemény volt, hallod? Ez nagyon erős ez, a, ez az ellenfél. Hú, de ijesztő hangja volt. Az kell ide, hő. Megyünk tovább. Hallod, szerintem még itt sem mentem át soha. Ezen a barlangon. Jaj, oda megyünk. Ú, basszus, ott fölfele kell? Majdnem elbuktam. Milyen zene szól, srácok, de meg fogok fagyni, mielőtt odaérek. Várjál már! Ó, ott már tüzelnek, nagyon jó, klébe gyújtott. Gyorsan forrósodjunk fel. Nagyon jó. Na, jöhetünk harcolni. De cool! A nagy harc! Fú, de erős a páncélot hallod, mint a Tini nincs a technősöknek. Beszorítottuk a falhoz, üssétek csak a fejét, hogy meg ne sadduljon! Ez nagyon szép volt. Itt van! Mindjárt eltörik a páncél, eltört a páncélzat. Nagyon jó. De kettő ilyen is van. Ide meg ha begyújtok, akkor ez is égni fog. Úgy-úgy, melegedjünk. Hali Potato, hogy vagy, milyen napod volt, mesélj? Én nagyon várom, hogy Kleet visszahozzák, mert sajnálom, hogy őt nem sikerült haza szerezni. De meg mi a rákom? Melegedjünk. Te várod a Halloween? Szórakozás szempontjából várom, de nem tartozik a fő ünnepeim közé. A legtöbb ilyen Halloween-es event miatt várom inkább, hogy Fortnite-ba is a skinek. Akkor bízom benne, hogy Fall Guys-ba is lesz ilyen. Azt itt nem tudom, itt mennyire van Halloween, vagy aki tavaly játszott, itt van Halloween ebben a játékban? Tök faragás az szerintem. Vicces dolog. De azért soha nem említeném együtt egy karácsonnyal meg egy húsvéttal egyértelműen. Ó, azt lehet, hogy beszívtam. Nem tudok addig elrepülni, basszus. Nem baj, még innen talán jól esek, csak menjen az életem. Hallod? Esd már le. Úgy. Aha, ó, ott két tábor lesz, vagy miért mutat ekkora helyet? Huhú! Okay. Talán már lehet, hogy ez lesz az utolsó része, nem? Nem számoltam, hogy hanyadikat megyünk.
Én köszönöm, jól vagyok, nagyon szép napunk volt Janával, nagyon finomakat csinált nekem reggelire, meg ebédre, meg uzsonnára, majd rakok fel képet a live után sztoriba, mert jól is nézett ki, nem csak finom volt, jó is nézett ki. Aztán néztük az Miraculous 4. évad új részeit, aki szeretné szintén annak el tudom küldeni, fönt van YouTube-on jelenleg, amíg nem tiltja le a Disney. Az első 3 rész nekünk nagyon-nagyon tetszett. És innen is köszönjük Esinek, ő hívta fel a figyelmünket, hogy fent van, illetve az első részt átküldte nekünk, és akkor utána rákerestem, és láttam, hogy már a második, harmadik is lement a Disney Channel-en, és az is fent van. Ajajaj, az agresszív vad disznaj. Basszus, meghaltam, srácok! Szia, Bodza, pont a legkritikusabb. Ha felkelek, akkor vissza kell idáig jönnöm, vagy mi van? Ne keljek fel, vagy felkeljek, srácok, help! Nem hittem el, hogy meghalok ebbe. Basszus, akkor újra kell kezdeni? Aki, halló, bárki Genshin-es, írja már be. Mert akkor felkelek, hogyha nincs gubanc, de ha ezt újra kell, akkor szomorú leszek. Aki pedig még nem tette, ossza meg Instagram sztoriba, hogy megy a live, és dobjon egy hatalmas lájkot. Kora kezdésnél még nem tudsz velünk, el kell érned a 16-os szintet. Srácok, felkeljek? Basszus, de nekem nincsen se teleportom, se szobrom. Vagy hogy jutok én el oda? Itt vagytok lent? Jó fele me- nem jó fele megyek, valaki jöjjön ki elém, please! Hova kell mennem? Zsilú, vezess, mert meg fogok dögleni. Nincsen tűz. Jövök. Jó, nem annyira vészesen voltam messze. Hát, hogyha ügyesen és aktívan gyűjtögetsz mindent, akkor azért egy ilyen 3-4 óra alatt szerintem 10-esig fel lehet, nem? Írjátok már le ki, hogy halad, srácok. Na, ez elvileg megvan. Most már akkor csak ki kell majd venni a jutalmakat. Mondjuk betehettem volna, mindegy. Hogy kapom meg a jutalmakat? Már annyira rég volt. Szia, Afrodité, mi újság? Hogy vagy? Hogy telt a napod? Hogy kapom meg ennek a jutalmát, srácok? Help! Tényleg nem emlékszek a dolgokra. Csak itt megfagyunk, amíg beírjátok. Nem az Y-nal mi. Mit kell nyomni? Jó, akkor addig menj, automatán megkapod. Ja, hát akkor nem kell semmit nyomni. Tényleg, igazad van, köszi. Azt még összeszedem a sok húsikát. Amit a nagy vaddisznó adott. Ebből lesz a gulyás. Köszönöm, Kazuha. És akkor viszont most jön majd a keressük meg a feladatot cucc. Második event rész. Ami pedig... Nem ezek? Vagy ez most mi? Várjál, ezt is majd csinálni kell? Tényleg, akkor azt is fogjuk csinálni ma. Akkor ezt kell megkeresni még hozzá. Ezen a területen, akkor alapjáraton szerintem kezdjünk itt bent. Mit, vagy itt, hol kezdjünk? Mondjátok, mit javasoltok. Oké, szia Nikol, jobbulás, mindjárt pillanatra visszaolvasunk. Csak nem tudom áthúzni a másik képernyőre az egeret, amíg a játékban vagyunk. De akkor meg ti meg nem látjátok. Fergetegesen utálom a Genshin-nel a másik képernyőt. Akkor maradt a jó módszer, hogy telefonon betöltetem és ott olvasom. Addig menjetek oda, ahova kell. Én lehetek olyan figyelmetlen, hogy az irodalomházit nyelvtan füzetbe írtam, másoltok át fél oldalt. Szerencsére az nem olyan sok. De ha Klee előbb fog kijönni, mérges leszek azért, ne Vivi.
Én is nagyon örülök, hogy bekerültem, mert nagyon kedves, nagyon jófej barátokat szereztem, de örülök neki, Edina, ez jó olvasni. Teszkos kifli volt a kedvencem, szegény sztársány, nem vették meg eBay-en. Még nem, de lesz folytatás, lesz folytatás. Aki lemaradt és nem ért semmit, az majd nézze vissza a sztársányt. Elkezdtük ugye újra, és folytatni fogjuk. Oké, kezdhetünk, ahol vagyunk. Ugyanúgy tudjátok, ha valaki talált bármit, itt egy láda egyből, akkor az írja be azt is, hogy hanyas player, ne csak azt, hogy zöld szar, hanem hogy hanyas player is, ott egy zöld, azt ide látom. Menj már innen! És a Genshin ingyenesen letölthető, úgyhogy érdemes elkezdeni, most lett egy éves a játék, a sztoria nagyon jó, a zenéje csillagos ötös, volt egy Genshin koncert Facebookon, azt mi Janával néztük. Ja, fent vagyok itt, arra kell csak figyelnem, hogy ne dögöljek meg a tűz nélkül. Illetve ugye jelzi a játék is nekem, itt valahol jelez zöldet. Ez nagy eséllyel fönt lesz. Már is mászunk oda. És milyen napotok volt, aki még nem mondta? Nyugodtan írjátok le. Most ilyen mászós részeknél nyilván tudok olvasni, meg figyelni. És itt hogy mentetek fel? Várjál már. Ó, tetején. Én a világ tetején, vagy közepén. Mindegy. És akkor, hogyha itt elnézünk, akkor elvileg itt is lesz láda, vagy valami zöld takony. De hol? Vagy nem? Kövessetek, mert én lehet, hogy össze-vissza megyek meg minden. Nem itt ez a piros valami volt. Gyertek harcolni, please! Mert egyedül nekem instant halál lesz, azért van ugye négy karakterünk többek közt. Meg fogok dögleni, basszus, nincs tűz! Jó, megvan a tűz. Ha nem figyeltem oda, ezt nagyon fejbe kell tartani ezen a területen, hogy maradjak tűz közelben, mert megfagy a karakter. Hát nem egyszerű, halljátok. Külön még erre is figyelni. Hova lett? Ja, ott van. Hű, legalább meglett ez a láda. Ez nagyon király. Na, tehát amikor Dave megáll csetet olvasni, vagy bármi, akkor is csak tűz közelébe teheti. Ide beállunk, és valaki fel tudja hílálni a Karin? Így van, Bea belinkelte, hogy hogy tudtok csatlakozni. Én tegnap ötöst összeszedtem. Ötös? Ötöt, vagy mi? Én már mondtam, de elmondom megint, hogy Genshin ezt nem tanultam. Jól tetted? Ma volt egy 4 órás kungfu edzésem, kifáradtam nagyon. És hogy ment a kungfu edzés? Na, adjad Kokominak a izéje, mi ez? Medúzája, adjátok a hílt. Nagyon cool. Na, keressük tovább a dolgokat. Végül is egyúttal felfedezzük a területet, nem? Úgyse jártam még itt. Gyertek, ezeket megcsinálgatjuk, ami útba esik. Inkább maradjatok velem első körben, nézzünk körbe, azt leverjük, gyertek. Tehát, hogy először nézzünk körbe, srácok, és majd utána keresgetjük együtt, mit szóltok. Tehát, hogy mármint, hogy amikor egy része kész, akkor segítetek külön. Dave is megtanul fogalmazni egyébként. Mi ez a nagy pika állat? Nagy jeges Minotaurus. Ez a helyi boss, vagy pedig csak egy szimpla ellenfél? Bár megint meghalok? Nem, szimpla ellenfélnek néz csak ki. Valaki szerintem hozhatna majd egy healert, mert ez így nehéz lesz. Itt túlélnem. Tűz! Meg se kérdeztem az elején, jó a játék hangja hozzám képes? Ott is van valami. Ja, melegedő. Itt semmi nincs eldugva? Nincs.
Köszi. Na próbáljuk megtalálni közben a cuccokat. Noel is ad HP-t, igen. Mondjuk azt nem tudom, hogy mennyire jöttünk ki a területről. Holnapra sokat kellett készülnetek. Akkor Katisza, vezess vissza, és akkor azon a részen keresgélünk főleg. Például itt tudtok szintelni az újaknak, mondom, hogy ládákat gyűjtetek, meg így minden mást is. Mennyire menjünk, vagy hova menjünk vissza. Mondjuk a térkép nagy esélye úgy is jelzi, hogyha közelbe leszünk. Nekem szakmai dogám lesz holnap, úgyhogy igen. Hát akkor sok sikert hozzá. A player 3-nál van minden. Megyünk oda. Meg fogok dögleni, srácok. Tud valaki healer karit hozni? Hogy folyamatosan tudjon healerni, mint mondjuk Barbie vagy valami? Mert amúgy nem fogom bírni ezt a részt. Most szükségem van konkrétan egy olyan karakterre, aki azért van velem, hogy életbe tartsa a karakterem. Ó, ott vagy a másikon. Úgyhogy valakit most külön arra kérek, hogy csak arra figyeljen, hogy én ne halljak meg. Vagy hogy maradjak tüzes vagy valami. Oké, okay, ez megvan. Sziasztok, képzeljétek, voltam fogorvos, nagyon fáj a fogam, és megjavította, vagy helyrehozta? Kitartást. Várj, itt semmit nem látok a közelbe. Nem is ezt kell megnyitni, hanem az eventes, de addig... Ó, basszus, rossz klik! Meg kéne nézni, hogy hol van pontosan. Imádom magam. Tehát... ezen a részen... akkor gyertek át ide, innen megyünk. Keresgélni. Uh-huh. Itt jelzi is valahol. De hol? Valamelyik fa tetején lenne? Hát, rohadtul nincs a fa tetején. Ó, itt van. Meg ott a láda is, látom fönt. Egy zöld, és ott a láda, meg ott egy másik zöld, akkor kezdjük ezekkel, amik fönt vannak. Ó, és ott egy teleport is, majd mindjárt felszedjük azt is. Hát ezen a részen meg fogok pusztulni, mire végzünk ezzel. Vagyis, hogy hát nagyon nem egyszerű. Na, menjünk át a másik teleportos részt, és oldjuk fel egy úttal. Á, értem. Hát kitartást és jobbulás. Kis tűz. Kemény rész. És ezt hogy lehet széttörni? Sehogy. Hő kell! Hol vagytok? Hol van itt hő? Meg fogok dögleni. Meghaltunk. Tehát ezt engedd el. Hol a teleport waypoint, mintha ide láttuk volna? Ne! Meg ne dögölj addig!
Jó, ez feladat. Édes Istenem, azt hittem, hogy izé... Hőt nem tudtok piro karakterrel adni? És mindjárt megfagy a színen. Jó, ezt meg kinyitottam. Ott a tűz. Basszus, rohadjon meg. Mindjárt jövök ide, eddig megosztom az Insta megosztásokat. Beának köszönöm, hogy megosztotta, hogy indult a live. Ó, visszatért a sitya. Lucának is. Mond. Visszatért a sitya. Hát most már jó idő van hozzá. Ez volt a tűrés határoz. Aha. Főzős biduszt is be lehet gyújtani, az is melegít. Későn jöttem rá én is, Josi. És akkor innen meg most hogy megyek hozzátok? Várjál, azt sem tudom, hol vagytok. Ja, ott lent. Azt nem volt elég eddig a fagy meg minden, még legyen éjszaka is a játékba, beszarsz. Tehát mindjárt átállítom az időt. Így is nehéz ez a feladat. Na, nagy tüzet neki. Beállok ide a tűzhöz. És átállítjuk nappalra az időt. De jó, hogy átugrik a sopra. Na, legyen nappal. Az egy fokkal azért kedvezőbb talán. Hát, vagy ilyen hajnal, de innen meg már csak világosabb lesz, király. Na, elvileg itt jelez zöldet. Mármint itt a fagyos részen nem nagyon fogod, úgy érted? Hát ez rohadt nehéz is. Ezt se látom, hogy hol van. Ó, ott egy boss, akkor azt is legyőzhetjük egy úttal. Ha már itt vagyunk, vagy mi a fene az? Mi az? Ez mi? Ez valami mag. Vagy ide hozni kell majd valamit? Ez Durin szíve. Okay. Jelentsen ez bármit is. Ezzel mit lehet csinálni, vagy majd sztoriba kiderül? Hogy ezt mindig szét kell törögetni? Na, aki régebbi motoros, ja, az event volt, aha. Akkor ez nem mostanra van, akkor mehetünk innen. Róla még nem lehet tudni semmit, rendben. Ott van fönn a zöld, most már csak oda fel kell jutni, azt pont látom innen. Szóval utána a ládákat is keresgéljük tovább. Mászunk fel. És nem bír felmászni. Ó, hát oda meg nem fogok innen felmenni, tehát hogy addig hamarabb megfagyok. Várjatok. Valaki addig... Nehéz így... Bocs, hogy parancsolgatok, vagy így utasításokat adok, de nem tud hozni egy ventit, amivel fellövetjük magunkat egy részét? Könnyítésnek. Köszi, Zsilu. Mert ez rohadt magasan van. Itt nagyon... ilyen speckó karakterek kellenek, hogy haladjunk jól. Viszont megint már felén van a tüzes életem.
Köszi. Ó, basszus, leesett! Hát egyszerűbb volt egy fokkal. Hol van? Tű. És meg valahol itt is jelez még egyet erre. Vagy hol? Próbálom én is nézni. Szia Bonix, hogy vagy? Na itt pont nem tudok lemenni oda. Úgy beletettétek. Hol van? Hogy vagy Bonix, milyen napod volt? Mesélj. Én eskü nem látom, hogy hol van, amit keresünk. Szia, Bia Minecraft, mi újság, hogy vagy? Ott egy láda legalább, ügyesek vagytok. Szemfülesek. Ja persze, jogos be. Hát úgy tudod bevenni, hogyha ő az. Igen, be a írodam, ugye egy kérdés, Mester Csenge, csak azért kérdezem, mert tudom, hogy genshinezik-e, vagy nem tudom, hogy genshinezik-e, mert bejelölt. Mester Csenge, majd reagálj, hogy te genshinezel-e, vagy nem. Köszönöm. Ma még nem reagálsz, nem fog be a visszaigazolni. Beolvastam be a... Hű, de erős ez a nyavala. 3-as playernél láda, bár lehet, hogy ezt nem most írtad, majd mindjárt megnézzük. Ott a zöld, látom a fán közbe, azt addig felkapom, megvan. Holnap megyek fel Pest a mezőgazdasági kiállításra. Ó, de jó Bonix, hát jó szórakozás. Én sajnos holnap dolgozok. Pedig mindig szerettek minden mongoftával összefutni, hogyha van lehetőség rá. Érezd jól magad, aztán majd utána beszámolsz akár a hétvégi live, vagy milyen volt, vagy akár priváton is, ha van kedved. Ma sok kiállítás van, amik nemrég indultak, azt tudom, de hogy pontosan, azt nem tudom. A láda. Oké. Na, arra jelez egyet. Még jó, hogy azért segít ennyibe a játék, hogy nagyjából mutogatja. Itt lesz ellenfél, gyertek. Itt lesz valami zöld. A fánál? Nem. Ott lent, aha, a híd alatt. Híd alatt, a híd alatt, felvetted a zöld genyódat. Az ott a vízben nem hal bele? Szóval teleportál. Hallod, az hogy állt meg ott a hídon a térgyébe? A térgyébe kapaszkodik a hídon az ellenfél. Csal! Csalik! Hát ez milyen megállás volt? Ez csalt az ellenfél, ezt mindenki látta. Ja, ezt be kéne gyújtani, hogy legyen hőm. Szombaton a római parti piacon árulok. Hát, elég kis esélyt látok rá őszintén, Bonix. Szombaton jövök haza munkából, római part meg tudtam, ma messze van tőlem. Amint hogy ugye reggel 8-ig még én dolgozok. Várjál, erre jelez. Ott is van. Szia ügyvéd úr, hogy vagy, mi újság? Hogy telt a napod, mesélj. Jaj, annyira OP a Silveon a Pokémon Unite-ba. Csomót játszottam ma. Ha meg nem csak ma. Jalának is mutattam, meg minden. És írtóra OP, hogyha jól... Hát maga is, de jól összedolgozva is nagyon-nagyon jól haladtam vele.
most nem kell aggódni, a héten elmaradt Poké Unite valószínű jövő héten folytatódik. Tehát, hogy nem sokkal lett arrébb tolva. Szomorú, mi meg akkor nyitunk kb, de 3:50-kor kell nem, hogy odaérjek. És mit árultok, ha nem titok, Zonix? Titok, akkor nem mondd el. Ez valami feladat? Megcsinálhatjuk, ha már itt vagyunk. Ez a nagy boss, ez valószínű fájni fog. Ezeket be kéne kapcsolnom? Ja, csak nem ezzel, hanem jég karakterrel segítetek benne? Ha már itt vagyunk. Vagy ezt most nem tudjuk megcsinálni? Itt négy zöldet jelez a térkép, ehhez mind kellünk majd. Hát akkor hajrá, de nincs itt mindenki? Én tudom őket aktiválni, akkor addig át kell nyomnom a jég karakterre. Az nem a legjobb hír. Ma a jég karakterem nem a legerősebb. Jó, mondjuk kicsit húztam rajta, az tény. És egyesével mindet be kell jegyeznem. Tehát hogy szépen bejegyezzük a területet. Nem sikerült? Értem. Valami nem jó. Vagy egyszerre kéne mind, vagy nem értem. Ha nagyon nem megy, akkor szóljatok, akkor megyünk tovább. Csak valaki írja le értelmesen. Ilyen malasztermékeket. És mi a sorrend? Sorrendbe kell. Oké. Akkor követem Umarut. Ő írta, hogy melyiket kell. Vagy aki tudja biztosra. Igen. Na, aki mondjuk majd ezt visszanézi, tudni fogja, hogy mi a sorrend. Aha. Szia, John! Csak egyszer érném meg, hogy ne szomorú arccal köszönj be. Tényleg, kívánom, hogy legyen jobb napod. Ó, ez egy láda meg lett. Ó, és most havazódik? Akkor most csere, karaktercsere gyorsan nekem. Nem enged karaktercserényet, ezt nem mondtátok, hogy a jéggel kell maradnom. Még jó, hogy legalább húztam rajta. Egyszerre szerintem egyet intézünk el. Sayonara. Nagy robot harc. És John, neked milyen napod volt? Mindenkitől megkérdezem. Majd megnézem, milyen messze van a római part Bonix, de szerintem tőlünk az eléggé kieső rész. Meg fogok dögleni, hol van tűz? Sehol. Megint a jég miatt lesz bajom. Hol a tűz? Ja, ott. Ó, szupi. Ja, az a szar megre... Az a szar meg megölt, tehát hogy rohadjon szét. Most nem éledek fel, megnézzük a harcotokat majd utána. Képzeld, én nemrég elkezdtem nézni a Squid Game-et. Az nem tudom, hogy micsoda sorozat lenne.
Nem volt semmi, próbáltam előre dolgozni, de nem nagyon. Ment fizunap volt, így eléggé csalódott volt ma sok mindenki, mert kevesebbet kaptak, mint vártak? Vagy mi történt? Vagy nem annyi, nem úgy fizettek? Vagy miért volt csalódott mindenki? Na jó, jövök ide vissza hozzátok, remélem visszatalálok. Hát mondjuk annyira hála az égnek, közel volt a teleport. És itt le kell majd mennünk? Szia, Lapóza Lili. Hol van például, amit fel tudok venni, jutalom? Vagy nem járt az ilyen nagy bosszé jutalom? Na várjál, most már tényleg kicserélem tűzre. Ó, bejátszás. Ja, magyarul írjátok, légy, hogyha van magyar címe. Köszi. Ja, akkor megyünk lejjebb, ha jól látom. Hát egyúttal ezt is megcsináljuk. Így van, szóljon egy szívecske nekik, mert írtóra ügyesek valóban. Ezt kell széttörni. És szia, Alison, SSO, Lapóza Lili és Alison, milyen napotok volt, meséljetek? De szép amúgy ez a jégrész. Szép nagyon, de rohadt nehéz. Ott egy nagy boss. Fellőttünk egy csillagot. Itt begyújtom a tüzet, hogy ne fagyjunk szarrá. Ja, ezt is szét kell törni. Próbálom nézni, hogy mit kéne. Valahol láttam egy olyan piros cuccot, ami oda repül, ott van. Ezt be akarom gyújtani. Hát én még messze vagyok a jótól, Vivi, de igyekszek fejlődni majd. Aha. És a másikat azt meg nem hoztuk le, vagy mi történt? Hol a láda? Ott mögötte. A másikat fönnhagytuk? Jó, megyek oda fel. Ja, az még beljebb lesz, oké. Igen, én úgy tudom, hogy csak Epiken van a játék egyelőre. Ó, le volt fagyasztva, cseles. Nem szállt vissza a szellem? Ja, oda kell vezetni tényleg. Ah, értem. Nekem jó volt a napom, csak a tanár tegnap megszületett azzal minket, hogy holnap ma témazárót írunk irodalomból, és kiderült, hogy jövő héten fogunk írni. Hát figyelj, legalább megtanultad mára, és akkor kevesebbet kell jövő hétre tanulni, így is lehet nézni. Majd maximum csak ismételned kell. Wow. Ez nagyon érdekes küldetés rész amúgy. Legalábbis nekem bejön. Aha, és most ugyanúgy azt vezetjük vissza. Uh-huh.
nem férünk el. Csoportosan megyünk a jégen. Ezt meg kellett örökíteni. Például az ilyen lelkeket is itt vezetnünk kell. Úgyhogy igen, John, csak úgy lehet. De úgy van, már jövő héten tolnám is neki. Nya. Oké. Okay. Ó, hogy így kijövünk! És ennek a végén lesz valami? Az leesett. Itt be tudunk melegedni. Jó. Neked már tört el valamit? A fejemet varták már össze, hogy eltörtem téglával. Igen, téglával zsonglőrködtem gyerekként. De amúgy nem. Se lábam, se karom. Se lábujjam. Körömházam az már szakadt le teljesen, hogy rácsapta apukám véletlen az autó ajtaját, az igen. De konkrét törésem nem volt. Itt van egy láda közben. Mert keresünk, tudjátok, a ládákat, meg a zöld genyókat, az a terv mára. Nyugodtan már most írd meg, John, mert utána tudod, már Janával vagyok, és nem sok időm van, de majd reagálok rá. Na, és akkor ezek szerint még ládákat, meg zöld genyókat kell keresnünk. Lehet, hogy jó területen vagyunk. Aha. Ott egy láda, szuper. Láttam, Umaru ügyes. Ez mi ez? Mindenre rá kell állni? Egyszerre álljunk rá, gyertek majd utána. Jön a valamin elcsodálkozott a háttérbe. Várjál, nem hallok! Én nálam a szakmai olyan borzalmas, hogy múlt héten kb. Még az anyag felénél voltunk, de holnap már doga lesz. Én majd a Kimetsu no Yoiba játékra leszek kíváncsi, Demon Slayer, ha valaki ismeri. Na, arra kíváncsi ezek én is milyen. Medúza eloltja a fákját. Gyertek, álljunk rá ez együtt. Most mond! Haló! Megvan a Pete Project? Nem tudom, az egy film. Nem, az a zenekar volt, hanem egy tehetségkutatóban... Nem annyira rémlik. Mindegy. Ráállunk ezekre, srácok, hogy megyünk tovább keresgélni? Szerintem a YouTube-os tuczba volt, ahol mi is versenyeztünk. Nem X-faktor, meg ilyenekbe. Vagy itt a sorrend számít, itt is. Jó, akkor keressük tovább, ha nem reagál egyik ötök se a négyből. Szia, Melinda! Azt sem tudom, jó fele megyek-e. Fú, de rossz ezen a területen csinálni ezt a küldit. Ott egy láda. Nagyon jó. Jó fele jövök. Csak kérdésbe kell ide jönnöm.
Hogy itt voltunk az előbb, és visszajöttem ugyanoda? Ó. Oh. Zsák utca, akkor menjünk innen ki. Várjatok, oda megyünk teleporttal. Van TikTokunk, igen, Mongufta Family néven, de egy éve nem volt videó kb. Decemberben lesz egy éve. Aztán majd tervezek visszatérni. Na, már 41%-a megvan legalább. Ez már végül is egy előny. Tehát ezen a részen még van, ahol nem néztük, srácok, akkor most innen menjünk fölfelé. Na, mint amerre még nem voltunk a híd felé, vagy hogy mondjam. Már ötletem nincs, hogy hova kell mennünk. Hát, ha valahol bedobja a jelzést. Ó, megint a stamina. Gyertek, itt egy láda. Bár ez nem tudom, hogy az a fajta láda. Hát nem, de akkor is összeszedjük. Új, új. Megint kéne majd tűz. A TikTokon is, meg Instagramon is Mongufta Family néven találtok meg. Ez is meg lett. Ott is ott egy láda, akkor gyertek, most már ezeket is verjük le. Új, 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 nagyon kell tüzet gyújtanunk. Mindjárt begyújtjuk. Ó, szuper. Nagy láda volt. Hát nem tudom, hogy merre lehet még láda meg zöld genyó. Ezt a részt meg érinti vajon? Komolyan vissza, hogy ennyi szemek kell nézni. Ez a legnehezebb eddig keresésben. Hol vagyunk? Aha, kijöttünk nagyon, gyertek vissza. Akkor innen menjünk körbe. Oké, kora. Na, itt egyből mutat is, ott van egy. Jó, rendben, Zsigó, olvastam, amit írtál. Piros köveket is gyűjtsük, hogyha találunk. Gyertek, ezt is, őket is szétverjük egyúttal. Oké, Yoshi. Jaj, nem akartam főzni. Mindegy. Ez most tényleg ilyen jeges nap lesz, úgy látom. Időben nagyon kemény, hogy mennyi idő lesz megtalálni minden. Aztán még tart a live, Yoshi, majd visszanézem. Zúzzuk. Megvan az érzés, amikor a telefonod wifi-t kap és jön vagy 600 üzenet. Ó, igen, hogy a viharban-e? Hű, ennek mekkora defia van, gyerekek. Durca. Még ez is itt van.
majd csak ide jön. Na, visszamened, itt még mintha lett volna jelzés, nem? Hogy én láttam rosszul, hogy itt vagy háromat mutatott, mikor leszálltunk. Ó, basszus, megint a stamina! Hú. ...50% fölött majd kérünk pontos segítséget, hogy hol találhatóak. Szia, Lili! Na, mesélj, mi újság, láttam, hogy Modi chatbe írtad, hogy lesz mit mesélned. Együtt elindulunk ezzel is. Hát, a közben látunk valamit. Na, milyen napod volt, meséljél? Itt jelez valamit. Ez valahol fent lesz, vagy hol? Valaki látja? Még az időjárás is sírt, hogy kiment ma 47.500 vizsgára. Ajjajjaj, hát ez tényleg nem egy kis összeg. Sok sikert majd. Hogy jutok én fel? 3-as player néző egy videó. Akkor először oda elmegyünk, és ha itt ti megtaláljátok, akkor azt köszönöm. Én akkor addig elugrok oda. Vagy hát megpróbálok elugrani oda. Várjál, itt is van valami fönt. Ó, ide látom, ott is ott van, vagy azt látod eddig is, Katisza? Vagy ki a háromas? Oké, utána megyek vissza Pepéhez. Láda? Nem, zöld bigyó. És ott fent is van egy. Ó, megint a stamina. Ja, Istenem, de szerencsétlen voltam, röviden tesén ráestem, és úgy rosszul... Jó, mindjárt megállok és úgy olvasom el. Tehát, tesén ráestem egy rosszul érkezett ugrásból a bokámra, de szerencsére csak egy szalag húzódott és semmi komoly. Hát vigyázz magadra, Lili, komolyan mondom. Oké, megyünk a 4-es meg a 2-es playerhez is, ők is találtak valamit. Hú, de egy kupacba vagytok, akkor ide teleporthoz bejövök. Maradjatok ott, én meg megpróbálok hozzátok oda menni, hogyha látnálak titeket. Követem Zsulutól, lehet, hogy jobban lát titeket, mint én. Hol a francba vagytok ti? Hát fönt hílelődik valaki. Hogy jutok én olyan könnyen fel? Hozol egy vintage, hogy fellőjön oda? Nekem nagyon jó napom volt. Hát igen, gyorsítja a feljutást, csak meg nehogy az legyen, hogy nem tudunk feljutni. Ó, ott fönt vagy. Váj, basszus, lecsúszik szinyán! Rendben, Karolina, köszönöm, hogy itt voltál. Kű, de magasan van ez a vacak. Itt a láda.
Hát ez kemény. Megnézzük, erre jelez-e valamit. Ha nem, akkor utána kikérem, hogy adjon pontos jelzéseket, hogy mi merre van. Szerintem az fog következni, mert itt semmi nincs. Mondjuk ott ez a tüzes valami. Úgyhogy vigyázzál magadra, Lili, tényleg. Örülök, hogy nem lett nagyobb baj. Ó, láda. Na itt egy láda. Gyertek fájtolni. Mert ez nekem egy óra egy karakterre. Aki tudja, hogy a... Please. ...46 Lili, 50-et akarom elérni, mert az kell valami feloldáshoz. De most ugye eventezünk, most nem is a főszállal haladunk, azzal majd másik héten. Köszi. Umaru 2-es playernél van valami, akkor az itt van még, vagy pedig azt még az előzőbe írtad. Ha felvettem valamit, annyit írjatok már be, hogy kész, és akkor tudom, hogy azt nem most írtátok, mert így nehéz tudni, hogy mi hogy van. Aha, új láda, köszi. Hoppá. És te hogy állsz, Lili, mesélj. Tényleg, Lili, van egy Genshin-es csoportunk, ha úgy van, akkor be tud venni téged is. Azt hiszem, Lili-t még mintha nem láttam volna benn. Jó erejük van. Bár nem tudom, mennyi időd volt ma Suli mellett játszani vele, Lili. Meg mondtam, hogy közben Jana a Fall Guys-t kimaxolta a szezont, úgyhogy most az új szezonig nem lesz Fall Guys Live, de utána az új szezon nyitásnál egyből lesz. Az nem egy láda? Nem, félrenéztem. Szomorú. De ott egy láda. Hallod, elmegyek mögötte és itt egy másik láda, legalább megvan. Hoppá, ezt verjük le. Na akkor Lili, jelöljétek be egymás és akkor be tudnak venni téged. Engem be tud venni valaki a Genshin csoportba, Petra Purman. Ugyanúgy beállt, azt hiszem, neki írsz, hogy bejelölöd, és Bea be fog rakni téged, mert ő vezeti a csoportunkat. Ezek már nagyon erős ellenfelek amúgy. Mert aktívan most már tökre sok mongusta játssza a Genshin-t, aminek én örülök. Mert tényleg jó játék szerintem. Ja, akkor úgy értem, hogy Chris Bertával együtt vezetitek. Lényegtelen, mert nem a titulus számít, hanem az, hogy egy jó csapat verődik össze. Akik tudnak együtt játszani, hogyha úgy van. Én inaktív vagyok, tehát én nagyon sokszor el sem tudom olvasni, de néha én is ilyenek, hogy tud-e valaki éppen feljönni velem, vagy ilyenek.
De ismerősök vagytok be, azt írja a Lili. Jaj, semmi baj, Zsilu, ne viccelj. Potato. Hú, de erősek ezek, hallok. Na, akkor utána, Zsilu, megyünk hozzád, írjad, ötöt talált legalább, öt cuccot. Jaj. Te nyomorult. Jaj, a vér tízadok ezekre a lényekkel még. Egy kis információ azoknak, akik itt vannak velem, hogy hamarosan lesz újra Yu-Gi-Oh! Tartalom a csatornán live formájába. Remélem, hogy lesz, aki örül ennek. Illetve nem felejtettem el, hogy körülbelül 10 napon belül lesz egy újabb 500 SC sorsolás is. Csak hogy ne felejtsétek el, gondoltam így ezeket elmondom. Hol van még? Ez ne fog itt. Ez mit van itt beszorulva? Segítsünk neki, hogy ne legyen szorulása, üssük ki. Ezt hogy szorult oda be? Jó erős umarukokon miatt. Na akkor Zsilu, menj oda-vissza, ahol volt a sok cucc, és megyek oda. És itt nem kaptunk se ládát, semmit ennek a sok ellenfél megölésére? Ez furcsa. Így van, ugyanazok a szabályok vonatkoznak nyilván azért, hogy nem sértegetjük egymást, ha valami bajunk van, megbeszéljük, blablabla. Üvölt valahol egy falkas. Akkor mindjárt megyünk a 3-as player után. Bea nem találnak, pedig meg lehet könnyen találni, azért nincs 100 000 belőle. Na, 3-as player az ott van. Akkor innen megyek. Megyek is. Hú, ezekkel nem állok le harcolni. De sejtettem, hogy rám jönnek. Hú, ezeket köszönöm, ha leütjük. És hogy mutatja a térkép. Valóban ott az egyik, azt kiszúrtam. Hoppá, cuccok. Ott a láda. És a többi meg lent. Ó, látom. A Lili közben amúgy válaszoltak, hogy áll a Genshinbe meg a Folgásba, vagy lehet, hogy közben tolva lett. Lehet, nem láttam. Ha válaszolt, akkor bocsi, én nem láttam. Na, ott egy láda megnyílt. Na, Zsili talált még egyet. Mondjuk a ládák azok el vannak dugva.
Én nagyon várom Buta volt meg Child-ot, mert el akarom majd, be akarom őket is gyűjteni. Na és van-e itt olyan a csaten, aki örül annak, hogy a Yu-Gi-Oh-t sztori alapján végigjátsszuk majd? Remélem azért lesz egy ember, aki örül, vagy kettő. Itt egy láda, ezt verjük le. Mert én nekem kicsit hiányzik a játék, aztán úgy voltam vele, hogy néha-néha csinálunk belőle egy-egy live-ot, belefér az időmbe, lehetőségeimbe. Mert jövőre, hogyha jön az online verziója a játék meg, akkor addig legalább kicsit belerázódunk a Yu-Gi-Oh világába, aki annyira nem ismernék. Azt gondoltam be, hogy te biztos örülni fogsz. Mert ugye van a linkes verziója a Duelistnek, ami amúgy 14.000 valamennyi forint, és az egyik oldalon most le volt akciózva 3.800-ra, és ott vásároltam meg magamnak. Hogy van, Jana? Sokkal jobban ahhoz képest, de még reméljük, hogy hétfőre teljesen jó lesz. Volt itt a live elején is, most is ott van az ágyba, pihen. Köszönjük, Réka, a kérdésed. Itt is van, hol a kettes player írta, vagy ki? De minivel gondolom úgy megállt. Ó. Én őszintén nekem a Duel Links annyira nem fogott meg, azért is fogom játszani a másikat, de lesz még karácsony Bea. Ha te is szeretnéd a Links-es játékot, akkor nyugodtan dobd fel a kívánság listára. Enyhe utalás. Melben meg már Link és a Pendulum is benne van. Pendulum. Na ott egy láda, pont jókómásztam jó helyre. Csak hát ugyanúgy az elsőtől kell végigjátszani a sima Yugi, utána a többi. Gyertek, ezt is megcsináljuk. Vagy ez mi? Ez micsoda? Ja, ez ennyi volt, ilyen robbantások. Ajjaj, nagyon kell tűz. Ott egy láda! Hát, hogy ugyanúgy végig kell játszani az összes szériát, és úgy lehet majd, ha a story mode-ba addig eljutottunk, akkor jönnek a Link időzések. Kettes player, meg hármas playerhez, meg utána megyünk oda. Látom, amit írtatok, csak nem tudom, hogy az már lejárt, nem járt le. Ó, látom, fönt is oldódott egy láda. Mindjárt megyek utánatok, ennél már lejárt. Akkor Zsiluhoz kell majd elmennem. Ezt meg közben nekiálltam vezetni. Ha már itt vagyok, besegítek. Hű, de erős. Így van, aki szeretne csatlakozni, ott van be a linkje, klikkeljetek majd rá. Na, a tűz hogy levitte? Halli Skyler újra. Mi éppen küzdünk itt a jeges területen, ugye keressük a keresnivalót, ami az event része, úgyhogy hogyha valaki végig akarja játszani az eventet és elapad, nyugodtan nézze meg, hogy hol találtunk cuccokat. Ott a zöld, látom. Nem csak az európai játszok, de biztos van, akinek van az is. Bár nekem egy bőven elég.
Halljátok, Janának már jó kedve van, úgyhogy gyógyul, de köszönjük a jó pulásokat. Köszönjük. Köszönjük, hogy megint egy hülye szóvit. Egészségemre és bocsánat. Hali, amire a hegedű is milyen napod volt? Láda a 3-as és 4-es playernél. Mindjárt megyek oda, srácok. Ja, az egyik itt van lent, köszi. Aki pedig még nem tag, srácok, nézzétek meg a tagságokat. Tudom ajánlani a legkisebbet akár. Új, tűz kell gyorsan. Hopp, itt is egy láda. Illetve még nem tetted, dobj egy hatalmas lájkot. Köszi. Megyek teleportálni, mert baj lesz. Morelbű baj lesz. Az hogy megyek oda be Katiszához? Hát az, vagy a 3-as playerhez, az rohadtul nincsen semmi teleport közelébe. Át se fogok érni a vizen. Vagy hát kis esély van rá. Másodom, hogy a 3-as vagy 4-es. Ja, a 3-as playerhez várják, hogy te itt vagy valahol. Ó, ide eldugták, látom. Köszi! Ó, ott fönt is egy láda, szuper. Nem baj, egyszer biztos lesz lehetőséged, Skyler. Maximum, ha felnőtt leszel. Ott egy láda, ide látom. De jó, hogy repkedtem össze-vissza. Nagyon jó ez az event, csak ezt a területet nem szeretem. De ezt az eventet nagyon jól összerakták, nekem nagyon bejött. Majd megszereted, vagy nem. Na, szerintem most jött el a lehetőség, vagy az idő arra, hogy megnézzük, hogy melyik hiányzik még ebből. Hoppá, 80%-a meg lett. Ez tök jó. Hol tudom megnézni? Volt valaki, aki megmondja, nem? Az melyik városban van? Kihez kell menni, hogy megmutatja? Tudjátok, szokott lenni. Kijelölitek nekem? Addig megnézzük az achievementet. Egyet még bejelöltem. Hanyas vagy Zsilu 3-as, azt sem tudom hol van. Ó, nem látom Zsilut a 3-ast. Mivel jelölted, semmit nem látok. Azt tudom, csak nem látom Zsilut, azt írta a 3-as, már mindegy, jó. Akkor gyorsan menjünk innen. Aha, az én lehet, hogy valami csajjal kell beszélni, csak nem tudtam, hogy kivel. Van valaki? Tehát, hogy Katisza, te ott vagy, akivel beszélni kell, vagy csak random mutat valahol? Ja, ott vagy. Hol a csaj?
Nekem tetszik, most akinek nem tetszik, az így járt. Szerintem jó az első szülinapnak bőven. De majd mikor már tényleg nem fúrnak itthon, tényleg felveszük. Jézusom, még mennyi hiányzik, azt a mindenit. Hát akkor innen induljunk el, srácok, és akkor vagy innen ott csak egy láda van, aztán átteleportálunk. Na, így azért lát, de nagyjából úgy látszik, akkor ládák maradtak el. Hát mondjuk azokat nem mutatta alapból a térkép. Akkor itt van valahol egy láda elméletileg. Fönt lenne a láda. Itt hol a láda, More? Ott. Többit azt meg innen intézhetjük. Aha. Látod, még így is keresnem kell, hogy jelöli a térkép. Szerintem jó jó volt ez a születésnap. Sok mindent kaptunk, én... Istenem, mit majomkodik Szinyán? Hát komolyan már. Az meg leesett. Itt szembe valahol elhagytunk egy ládát, az gyönyörű. Vagy csak ezen a részen nem is nagyon voltunk. Tengert jelent a More szlovákul többes számban. Na, ezt nem is tudtam. Micsoda? Hogy a More szlovákul tenger többes számban. Na, köszi az infót, Ilga, ami amúgy Hali, lehet, hogy nem köszöntem, bocsáss meg. Oh-oh, gyertek harcolni! Help! Very nice, ezt is megcsináljuk, ha már itt vagyunk. Vagy mi ez? Jaj, oda át kell érni fél perc alatt. Basszus, megdöglök! Vagy nem. Egyúttal itt is lesz láda. Látom, hogy még majd vissza kell egyén menni. Meg itt is lesz egy zöld. Aki a zöldet megtalálja, álljon be mellé, én keresem a ládát. Hoppá. Azt hittem, itt van eldugva a láda, de nem. Ott van eldugva. Hát igen, ezt enyhén szóval bentre dugták. Valahol itt lesz fönn. Azt már lehet elmondtam, de nekem túl komplikált ez a játék. Van olyan része, ami nekem is, és hogyha nem lenne a csapat, én se tudnék így haladni. Nagyon jó. Na, hol van még láda a térképen? Ott van két láda, innen elérhető, akkor innen repülünk ide, ez a cél. Gyertek át erre a teleportra. És így ezeket fel kéne szedni valahogy, akkor az itt lesz fent. És nem. Ott fent, Jézus Mária! Az mennyire magasan van, ne csináljátok már! Hadd szó megfagy addig a Szinyán. Jézusom! Hogy mászok én oda fel? Ha jól lehet, hogy túloztam egy kicsit, nem fagy meg harcó, csak egyszer. Mindjárt fent vagy a csúcson! Kaptam egy gumicukrot! Hát
és valahonnan innen mutatja. Hol a zöld genyó? Help! Nem akarok nagyon zuhanni. Látszálok ide, mert nem látom. Itt van, nem? Vagy már nincs? De csak mindenki rajta van. Lent van, de a levegőben. Jó. Akkor itt szépen ereszkedek. Ó, látom! Hú, de el volt ez dugva. Itt mi van? Gyertek be! Láda a 3-as playernél. Oké, mindjárt megyünk oda. Ha túléljük. Nincs ilyen. Én mindenkit össze szeretnék gyűjteni, azért nincsen állam 5 csillagosa. De ma már 2 új karaktert nyitottam a live elején Wishből. Ha lesz időd, nézd vissza, annak nagyon örültem. Mindjárt szarrá fagyok. Ja, az nem ad hőt. Nem bírom felvenni. Megvan. Nem látok. Az gyújtsa már be valaki! Mi a szar lőtt meg? Felszedem. Itt is jelez majd a múlt ládát. Azért is indultam el erre, mert itt bent jelzi a ládát. Lehet, hogy ma már bosszozás nem lesz, majd átírom a címet. Az már biztos nem lesz, csak az eventet csináljuk. Nem gondoltam, hogy ez ilyen sokáig tart. Valahol itt volt a láda, azt mondom, hogy megkalt, vissza oda is állt. Raj, ez is fönt van a hegyekben? Persze. Futok, amennyire tudok. Hú, de eldugták ezt. Na, hol van még valami? Ott vannak ládák. Hát kérdés, hogy onnan honnan kéne menni innen. Legpraktikusabban át tudunk talán menni? Nem vagyok benne biztos.
Katisza máshonnan megy. Hát jobban hiszek neki, mint magamnak. Azért ő profibb játékos már ebben. Itt másszunk fel. Az jutott nekem is eszembe, de mióta megláttam, hogy a Heroék feldolgozták az AK-26-tal, azóta meg kellett hallgatnom 6000-szer az eredetit és fület, most így tényleg borzalmas lett. Nem velük van bajom, de megölték a dalt. Szia Rami! Pedig szeretem alapból a Hip Hop Boys verziót. De meghallgattam háromszor, hogy adjak esélyt neki, hogy tetszik-e, de sajnos nem. Na hol van? Megvan. Van egy-két dal, ami nem annyira rossz tőlük, de... De ez nem azok közé tartozik sajnos. Meg vagyunk? Mindig rosszban megyek. Jupi! Ezt szépen összehoztuk, és akkor itt ezek még vannak? Ezt is tudjuk együtt csinálni, vagy ez csak külön szólóba, vagy ez most hogy van? Ó, várják, 2000 méterről a teleport. Aha. Most látom, hogy ezt meg se csináltam. Köszi a jeges rész, srácok! Hatalmas a respect nektek, nem volt egyszerű. Itt mit kell főznünk? Várjál! De ne arra klikkelj már, hanem a csajszira. Vagy ki kell jönni kópból, ez csak szólóba lehet? Aha. Akkor bontjuk a kópot. Nem bírja bontani? Most mi van ilyenkor? Pepe, lép ki, léci! Aha, egyből folytatódik is. Ezek amúgy mennyire vészesen hosszúak már. Nagyon hosszúak, ezt live-on kívül csinálom majd meg. Ha nem hosszú, akkor még most gyorsan ledaráljuk. Elmegyünk oda. 85 méterre van, ez nincs vészesen messze. Sokat beszélgetnek, hát azt tudom, de azt múltkor is átnyomogattuk, értitek. Végre visszatért Szinyán a történetbe, azt hallottam, hogy ő is benne lesz az event sztoriba. Annyira mellékszerepet kapott, pedig az egyik kedvenc karakterem lett. Nagyon helyes, hogy visszahozták. Meg lesz a következő eventben, azt már tudom, hogy egy darab ingyen Szinyánt lehet szerezni, megnyerni, aminek én örülök, mert egy Szinyán kell, hogy maxos legyen, úgyhogy nekem az a best event lesz. Szia, úgy jelenik meg, hogy lefordultam a székről, pedig számítottam rá. Ne! Ott futkorászik a mackó! Megint mennek kajálni lehet.
Demogorgon. De az egy másik sorozat. Elmennek hajókázni? Hopp. Random buff. Paimon milyen kis agresszív és pattogós ideges. Igen, ő amúgy aranyos, de néha nagyon-nagyon sok. Mint én. Aranyos vagyok, de néha nagyon idegesítő. Na. Megjött, szia, ó. Hogy néz rá a medve? És akkor azt jó sejtem, hogy amúgy ők a Paimon nem látják? Vagy van amelyik karakter látja? Én úgy tudom, hogy őt nem látja, csak a mi karakterünk, vagy tévedek? Mintha valahol azt olvastam volna. Ja, látják, őt meg is kérdőjelezik. Mármint mit kérdőjeleznek, meg át kell állítani az időt 10 óra és 14 óra közé. Ezt értettem. Hát a 12 óra 57 az közte van. Micsoda? Ja, next day! Akkor még egy napot nem telt el egy nap, nem olvastam el jól. Akkor most lesz jó. Hát igen. Ja, értem. Azt nem tudják, hogy Paimon házi állat, tündér, lufi vagy vésztartalék. Na most már mehetünk. Na várjál, de lehet, hogy könnyebb lesz. Teleportól, aha. Innen könnyebb lesz. Ja, itt teljesen felmentek föntre. Ez szép része, szeretem ezt a részt a játékban. Na, újra nagy lakoma lesz. Itt van Yanfei. Nekem az a teóriám, hogy Paimon szemszögéből látjuk az egészet, mert meghajlik a fű, mikor alacsonyra viszed a kamerát. Lehet. Nem rossz teória, Katisza, ezt adom. Ha, megjött az izomagy. Olyan, mintha mozit néznek, még mindig adom, hogy lehetne Genshinből sorozatot csinálni, vagy mozifilmet. Kaptunk egy csomó... Ja, főzőverseny van!
Hol kell főzni? Begyújtottunk, és mit kell főzni? Bármit? Help! Mindent meg kell főzni, vagy csak bármit random? Én főzök nekik random bármit. Csak nem tudom mennyire megy időre. Valaki írja már be gyorsan, please. Ki írta, hogy mit kell? Szedj fel az asztalról fűszert, megtörtént. Dobjam be őket ide? Leszedtem a sót. Mi az, hogy Crystal Shrimp? Az mi a rák? Hogy néz ki? Azt kell megfőznöm? Rohadtul nem vágom, és le fog járni az idő. Nem is látok olyan betűt. Hallott, Katisza, mint a kínai úgy beszélni. Triple layered consumer. Mi bajod? Eskü nem értem. Van ilyen T betűs valami? Ilyet nem látok. Ezeket kiszedegetem. Hol van ilyen tripla? Alsó sor, feletti kék kaja. Jézusom, köszönöm. És egyet kell, vagy többet? Még megírod, addig lefőzök 6000-et belőle. Egy elég, köszi. És hova kell tennem? Valami chili chicken-t is csinálni kell. Milyen chili chicken? Delicious Yuen, akármi. Ja, a Delicious nem hozzátartozik. Á, megvan. Megvan. Pick Sweetable Season Things. Az mit jelent, amúgy nagyon lemaradtunk? Lejárt az idő? És elcsesztem? Remélem ez nem kötelező sikerülnie. Már lemaradtam, mint a bóra való. Sikerül? Azt hittem, hogy, hogy nem sikerült. Köszönöm, Katisza, a segítséget. Csak tényleg nem értettem, azt hittem, hogy valami külön olyan helyet kell találni. Tehát, hogy neked írtál kaja neveket, azt hittem, azt kell szedni az asztalról. Nem volt világos nekem. Érdekes volt ez a főző verseny a játékon belül.
時間だ。両者ともに料理を完成させた。次は審査員席に料理を運び評価をしてもらう。完成した料理。És akkor gondolom eredmény hirdetés következik. Ahol végigfőzzük az alapján, hogy mi a neve, vagy hogy értem. Genshin-es kajákat a valóságban megfőzni. A legtöbb alapanyag valóban létezik. Igen, például gulyás leves. Hát igen. Mondjuk kicsit drága lenne vaddisznó húsból gulyás leves csinálni. Nem kivitelezhetetlen. Na, őt nyitottuk ki az elején, ha jól emlékszem. Utolsó félrepillantás. Szia, Hanna! Hogy vagy? Milyen napod volt? Mesélj! Épp főzőverseny volt. A vörös pandát és a mókus húst kihagyhatjuk. Nehéz lenne kivitelezni. Meg kell keresni Kikinget. Megtaláltam. Sír. Ja, nem. Na, mi volt a baj? Vagy egészségileg szarul? Neked is azt tudom mondani, hogy jobbulást. Meg úgy is visszanézhetem, miről lemaradtál. Tudod jól. Ez mennyire van messze, kell teleport? Hát azt írja, csak 100 méterre van. Az eléggé gáz, hogy nem tudom, hogy hogy jutok oda ki, de... Kimászunk. Ó, tudod, kiszarozik vele, megyek teleporttal. Innen berepülünk oda. Hát berepülünk. Vagy összejön, vagy nem. Ó, összejön a berepülés. Még jól is néz ki. Meg is értünk. Tényleg annyit beszélnek, hallok. Na, kaptunk valami új receptet.
Meg kell csinálni ezt a csilis valamit, itt nincsen főzde. Ki főzde? Megörökítettük. Hol van leghamarabb kifőzde, srácok? Ezt tudja valaki ezen a helyen? Ahol meg tudom főzni. Vagy elteleportálok. Az is egy random megoldás. Azt hiszem egyből van lent főző szucs. Na, mire leírt a szegény Katiszon, én már elteleportáltam. Itt tudom, hogy itt van. Jól vagy? Igen! Aki látni akarja, hogy mind szakadok, ennyire nézze meg az utolsó Insta-szorimat. Ez most melyik kaja volt? Nem figyeltem, basszus. Ez a csinis. Meg tudom csinálni? Meg hát. Csili golyók. Szia Józsi Mongufta, mi újság? Hogy vagy? Milyen napod volt? És szia Nóra, hogy vagytok? Meséljetek. Még jó, hogy egy kicsit hosszú az event, így még be tudtok érni a végére, amiről lemaradtatok, meg visszanézhető lesz, tudod. Na meg is van. Akkor vigyük el a csili golyókat. Csili golyót. Oda visszavisszük. Újra bezuhanunk oda középre. Teljesen jó megoldás. Ha pedig még nem tettétek, dobjatok egy lájkot. Köszi, köszi. Uhú. Még repülve is messze van ez a hely. Ja, most érkezők, meséljenek, hogy telt a napotok? Meghoztam a golyót! Megkóstolta. Így van, van egy csoportunk, be a megosztott. Ezer éve nincs igazából mostanában. Nem vagyok sokat, mert idén fogok felvételizni, meg tovább tanulás, nyílt napok. Érthető. És van már ötleted, milyen irányba szeretnél tovább menni, vagy tovább tanulni, Józsi? Én egyébként nem tudom, nem szoktam live-okat visszanézni. Ezt jobban szeretem, mikor live-ba vagyok, és azt nézem, amikor van. Hát attól független, ha maga a játék érdekel, érdemes visszanézni, de kinek hogy. Meg sok információ elhangzik tőlem, ami hasznos egyébként. Oppá, szétrobbantak. A Maci van benne! Nézd, ezt a karaktert szereztem meg, aki előbb van. És a medve, annyira aranyos a medve, most csodálkozik, hogy ő van a szobron. A guba. De van, hogy igen, igen, értem, 24 órás live. Szia Jana, köszöntek közben. Hello. Madame Ping. Nagyon aranyos ez a guba. Ő egy ősi istenség, tűzhelyek istene a Maci. Aha! Hát inkább gimnáziumon gondolkodtam, mert ugye nincs olyan szakma, ami közel állna hozzám, és szerintem a gimi után jobban fogok tűnni, dönteni idősebb fejjel, ez teljesen egy jó döntés. Dika nagy ősrobbanás! Aha, ott a mackó! Na, értem, hát akkor sok sikert az újraíráshoz. Kamadogami wa iksen mono karada ni wakareru to
人々に食と団らんをもたらしたのじゃ。じゃがある日、洪水が故郷を奪ってしまう。人々は何かし、リンユエ公園。Ott vannak a varázsállatok is fent. その旅は嵐に見舞われ、数十日間にも及んだ。そして、Egyébként azt tudjátok, hogy meddig lehet ezt az eventes feladatokat megcsinálni? Le tudja írni valaki, hogy aki esetleg visszanézi, és akkor hallja, hogy még hány napja van megcsinálni az egész eventes feladatokat. Jó vagyok, köszönöm Józsima, jó napunk volt itthon. Jana egyre jobban van, de azért remélem teljes meggyógyul. 力を使い果たしたかまど神は知能が下がり別れる時には人々が小さくなっておった Tehát az összes eventes feladat még 3 napig elérhető a szüli nap miatt. Maximum 5 nap, mert akkor jön az új verzió. Aha. Írtó cuki. És ott volt kicsikén még a Csajci. Jobbulást kíván Józsi Jana. Köszi! Ezt meg ilyen mesébe is elnézném magyarul. Főznek, felvirágzik az egész környezet. Hosina megüri, jó a szei is tama, szekai no honstu a kavaranai. Az Hutao ott fent? Nao haseyoto, shokkou o tayori ni susumu no wa daiji na koto yo. Mert ez a zene annyira hasonlít a Naruto zenékre. Konjak no shoji wa gekidou ni nagasare. De jól néz ki. Hát nagyon jó volt. Igen, Kiki elfelejtett, ez régen jóban voltak. Tudom, Csicsinek kell mondani, de nem érdekel. Köszönjük ezt a szép történetet. És még mindig nincs vége ennek a szálnak. Azt hittem ez volt a vége. Menni kell a étterembe. Ez mennyire van messze? Lehet, hogy teleporttal gyorsabb lett volna. Mert ott van bent valahol. Aha. De szépen beszálltunk ide. Kap a Maci olyan csilit? Guba elszaladt. Zonglihez ment a Guba. Ő neki is a barátja. Tabibito. Tsukiyoi という言葉に名月を亡き友の恩これら全てをわしは豊かな生命力が近か旅人シャンリーに
Na most lett kész a quest. Nice. És akkor eventbe... De itt még lesz kettő teszt rám? Vagy ez micsoda? És ezt is csak egyedül lehet? Follow trial aura. Hm? Ez hol zajlik? Vagy ezt még nekem nem lehet? Ezt le tudjátok írni közben? Eddig ezt beváltjuk, hogy ez meg lett. Hoppá, level 28, azt jelenti, hogy ezek meglettek. Jó lenne a 30-est elérni, de 3 nap van rá, akkor vagy szombaton, vagy vasárnap a segítségeteket fogom kérni genshineseknek, hogy csináljunk majd bosszozást, meg doméneket, hogy el tudjam érni ezt a szintet. Számoljatok rá. Liu szigetén. Liue, északi. Északnyugat. Tehát akkor valahol itt. Pölö. De mit kell keresni? Valami aurát magyaráz. El tudsz oda vezetni, Katisza? Ha feljössz addig, és akkor... Megnézem, hogy ha az hosszú, akkor már nem kezdünk bele, ha nem hosszú, megcsináljuk. Fent balra. Ez a zonglis? Nem ez lesz az, mi? De mi az, hogy fent balra? Várjál, nem találom, hogy hol vagyok. Ó, hát kijöttem a városból. Tehát itt a fent balra? De hol fent? Vagy mit kell keresnem? Ez a fent balra? Gondolom. Mi az a nagy térképen? Azt hiszem, hogy Liue. Nem? Mi itt fent? Vagy hol balra? Közben a többiek is segíthetnek, ha tudják. Vagy senki se tudja? Majd nem nagyon vágom. Nagy térkép balra, de mit kell keresnem? Vagy ide jöjjek ki Lingyu paszba? Help! 16-an vagyunk, srácok. Léci, írjon. 12-en. Mindegy. Tehát, hogy nem tudom, mit keresünk. Úgy elég nehéz. Follow the aura, trial and find in the ingredients. Milyen aura? Vagy meghagyom ezt is hétvégére, hogy amikor csapattal fent leszünk, akkor segítetek, hogy hova kell menni. Az is egy opció. És ezt érzem reálisnak. Felszedem a virágokat. Huang Stone Forest. Van olyan rész? Aha! Van. Na mindjárt megnézzük. És az már az a jel lenne? Kizárásos alapon gondolom. Csak honnan indul? Melyik az eleje és melyik a vége? Igen, csak Katisza, ez a problémám. Melyik az eleje, melyik a vége? Azt vágom, hogy a csíkot. Lefelé. Akkor most fölmásztam azért, hogy elkezdjük föntről.
És meg már nem is látom a csíkot. Fergetegesen jó játékos vagyok. Aha, arra megyünk le. De itt felmegy a csík. Most haló, mi van? Lefelé? Ez a csík hülye. Ezeket kell megölni? Azt hittem főzni kell. Hova kell mennem? Ja, hogy azt meg kéne ölnöm? És azt mégis hogy? Majd most, hogyha leszáll. Hova lett? És azt hogy a szarba ölöm meg így, amikor itt harcolni nem tudok? Na így. Ó, meglett egy hozzávaló. És akkor most reportolni kell. Valahogy majd. Ott fent. Új, de imádom, hogy hátra is elkezd mászni. Jól vagy, babám? És ott teleportálok valahova. Föntről egyszerűbb. Jóval egyszerűbb. Ó, itt a madár, a Dali. Odaadtuk neki. Ezekbe kell begyújtanunk. Mit csinálok? Ja, hogy innen kell átmenni, hogy ne égjen meg a másikra. Aha. Ezt már kicsit elrontottam. Oké, leesett. Mit kell csinálni? Mindnek középütt kéne lennie? Hadd följön. Ja, hogy mindegyik a sárga részbe kell legyen, oké. Okay. Mindent benne kell tartani, világos. Ez tök érdekes feladat.
Ez jó volt. Jön akkor a pudingot, odaadjuk neki. Három puding. Ó! Hogy ez így működik. Aha, és akkor még van ez a kettő. A harmadik havas részen van. Hely, de örülök neki! És ez? Hú, de messze van ez is. Nem? Ezzel zárjuk a harmadikat, majd live-on kívül összeszenvedem a havason. Szerintem. Jól vagy, babám? Ha. Csak annyira köhögtél. Ha-ho! Itt meg itt lent van a daru. És itt már egyből főzünk is neki. Jaj, megint az aurát kell követni. Ugyanezen a részen van az aura, vagy vak vagyok? Már akkor lehet, hogy ezt a részt is meghagyom live-on kívülre. Azt hittem, egyből főzhetünk. Hogy állítsam estére, oké. Okay. Igen, most pont kiszúrtam az egyiket. Mármint a vonalat. Csak ugye azt nem tudom ilyenkor mindig, hogy honnan megy és merre kell menni. Tehát nem mindegy, hogy honnan jön és hová megy. Érted? Itt is lefelé, akkor viszont nem jó fele jövök, mert ez fölfelé visz. Imádom, hogy megint elfogy a staminája, engedd már leszállni. Itt is lefelé kell mennem, mert akkor meg megyek hátra arc. Vagy ha föl, akkor meg erre kell jönni. Ó, erre kell jönni, megvan, ezek ették meg. Vagy lopták el, vagy én nem tudom, mit csináltak. Ez jó, ez nem volt nehéz. Megfejtettem. 200 IQ. Mi az, babám? Haló? Hm? Mi az? Beledobtam a taktős zsepibe az acskóba, 3 méterről. Ügyes vagy. Ez a mai nap a legtöbbet elértem. Át kell szállítani a ballon? Transport ballon, akkor nem szabad, hogy... Tehát az a cél, hogy átjusson, gondolom. Nem szabad, hogy leszedjék. Sítsz innen. Úgy utat csináltunk neki, nagyon jó. Nem lehet ráugrani a ballonra, könnyebb lenne, hogy arról szállítanánk magunkat. És ez itt?
Ez egy ellenfél ballonja. Úgy látszik. Nehogy bántsa mi ballonunkat. Ja, emiatt nem tud tovább menni a ballon. Szét kell törnöm azt is, vagy nem kell? Úgy. Ez csak akadály lenne? Vagy baj, ha beér. Akkor széttöröm. Akadály. Jó, megy a ballon, eddig jó áll élettel. Defeat. Ó, harc, basszus. Persze, hogy nyilván. Mert eddig védtük, most meg akkor fájtolunk. Cic. Szét elővétek a ballon. Nem öltem meg valakit? Ó, Istenem! Ezt nem öltem meg. Már csak tudok oda menni. Na, így már talán jó, nem? Ja, vissza kell reportálni, látom már. Minden lerepülünk oda. Ez jó feladat volt, ez tetszett. Ez jó volt. Jégesen is, annyit spoilerezhet, aki megcsinálta, jégesen is ilyen szállítós van, vagy milyen stílusú, vagy csak harcolni kell. Na, akkor Darumadárnál elkezdjük a főzést. És ezzel fogjuk zárni a mai live-ot. Biszket az óra. Na, Darumadár, indítsad! Ja, itt meg alapból mind szinte fel van forrósodva. Az nincs, ez már jegesedik. Nehéz, hogy másfél percen keresztül kell bent tartani a hőfokon. Aha. Főjél. Nagyon jó. Az ellenfél nagyon kell ide nekem. Direkt jegeli.
Aha, direkt lejegeli. Hú, de szemét. Amott is ki kell tolnom a végére. Aha. Fél perc. Oda is jött a jeges genyó. Aha, a szélsőt akarja lejegelni. Sitsz innen. Azt vissza kell nyomni. 14 másodperc, nagyon figyelnem kell. Talán a szélső már nem megy le, ugye? Jó, challenge complete. Szuper. Kedves Daru, elkészült a kaja, jó étvágyat kívánok. Új recept. Nagyon jó. Naplementés képpel búcsúzunk. Én köszönöm, srácok, hogy itt voltatok velem, hogy együtt játszottunk, együtt oldottuk meg a feladatokat. Aki lemaradt a héten valamelyik live-ról, vagy régebbieket is nézzetek vissza. Holnap nem lesz live, mert dolgozok. Szombat az kérdőjeles, ha lesz előtte kiírom. Vasárnap délelőtt pedig találkozunk egy live-ban. Addig is jó pénteket és szép hétvégét, ameddig nem találkozunk. Legyetek jók! Sziasztok, mongúftakát és jó étvágyat!